Köszöntöm az ismerős nézőit, Habsburg György után ezúttal édesapjával, Habsburg Ottóval van szerencsém beszélgetni. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy leült velem ide ehhez az asztalhoz, és megosztja velünk gondolatait. Egy picit ilyen családias beszélgetésre kérném. Igen. Milyen volt a gyermekkora, milyen családban nőtt fel? Hát egy érdekes a kezdettől fogva. Tudja, hát én születtem röviden az első világháború előtt. Tudok még kissé visszaemlékezni arra az időre is. Hirtelen jött a világháború. A világháború persze dominálta még a gyermekek évét is, és azután már is voltak a többi politikai események. És mivel úgy látszik, mivel én egy családból származom, amely évszázadokon át politizált, hát politika érdekelt engem már, mint a legkisebb gyerek. És ugyanaz történt az én családomnál. Nézze, például a György fiamnál, hát kérem szépen, egész kis gyerek korában már is kezdett politikáról beszélni. És magyarországi például politikáról. 8-an voltak testvérek. Milyen volt a testvéreivel a kapcsolat? Tehát milyen volt a családi élet? Hát nagyon szép, de hát persze az első időkben függött teljesen a világháborútól. Mi tehát a szüleinket alig láttuk, mert fronton volt az apám, aki a király volt, és az anyám a kórházakba kellett lenni, mert sok sebesült volt. Úgyhogy tényleg mi kevesebbet láttuk a szüleinket, még nem volt vége az egésznek, akkor megint más lett. Milyen volt megélni azt, hogy az édesapját megkoronázták, ő volt ugye az utolsó magyar király? Igen, hát arra nagyon jól emlékszem, mert annak idején hát mint egyetlen kisfiú a családban, ott voltam, már is sokat értettem magyarul is, úgyhogy ez mindjárt élő kapcsolatot létesített a tömeggel, ami volt. Nagyon jól emlékszem az összes részletekre, és főleg a politikai részletekre. Hát Tisza Istvánra nagyon jól emlékszem, olyan jól, hogy mostanáig is én ismerem és emlékszem nagyon jól őre, másokra is, politikai személyekre is, úgyhogy Tisza Istvánra és másokra, úgyhogy tényleg egy kissé, és ez az én gyermekeimnél ugyanaz, beleszülettünk a politikai életbe. Hát én mindig úgy látszik életemben elfogadtam az életet, ahogy van. Úgyhogy én kevésbé mondjuk arról beszélek, hogy mi lesz a jövő, hogy mit szeretnék lenni. Ezt ne várom az eseményektől inkább, legalábbis amennyire emlékezni tudjuk. Édesapja halála után volt. Kérem? Édesapja halála után volt. Hát kérdező, sokkal később van, nem? De az 1922-ben volt. Akkor mi volt az elképzelése a jövőjéről? Hát akkor tudtam azt, hogy a felelősség a család egész mozgására én voltam a felelős, és hát ezzel foglalkoztam az is, és sokat tanultam akkor, megint csak magyarul, nagyobbára, mert voltak magyar tanáraim, és főleg nekem egy nagy sikerem volt, és nagy lehetőségeim voltak az, hogy mikor az apám meghalt, mi Spanyolországban voltunk, nem is tudtunk mozogni, akkor egy nagy ember, a Pannonhalmi főapát nekünk tanárokat küldött. Mindenféle tanárokat, kérdezi, ezekre jól emlékszem, hálával emlékszem. És tényleg kiváló oktatók voltak. Úgyhogy ez nekem nagyon megsegítette feladataimat. Például még jogos, mondjuk jogi ilyen kérdésekben is jobban kiismertem magamat, mint sok ember, aki az én
kohomból való volt. Készült arra, hogy irányítson egy vagy több országot? Nézze, az természetes, ott egy feladat volt. És pedig az, hogy a feladat főleg harc volt az ellenfél ellen. Nézze, akkor már belejutottunk a világháborúba, az a tény, hogy Magyarország elveszítette sajnosan ezt a háborút, de hát ebből élt, ez volt a mi feladatunk, és az főleg akkor volt, amikor ilyen rendszer volt, mint a kommunista rendszer, vagy mások, úgyhogy ez volt azután az életfeltételem, és hát ennek folytán ezt az egész életet tovább folytattam, míg végre a Magyarország megszabadult. És ezen is részt tudtam venni. Sokat részt tudtam venni. Beszéljünk egy picit a mostani családjáról, a mostani kérem? Életéről. 7 gyermeke van. Igen, hát kérem szépen, persze, én már sokat foglalkoztam magyar ügyekkel az egész idő alatt. Nézze, a bencések voltak a tanáraim, és kiváló tanárok voltak, mert az ember hálásan emlékszik őrejájuk, amikor már idősebb lett, és nem lehetett már elveszíteni a nyelvet, nem lehet elveszíteni az egész életformát, úgyhogy ez tényleg nekünk sokat segített. Azon kívül is próbáltam ezt, akkor az én családomban is, az én gyerekeimmel tovább vezetni, akik is egy bizonyos ideig nem tudtak megint csak hazajönni. Mert a harci rendszer idejében nem jött, tudtunk Magyarországra menni. Úgyhogy tényleg a harci rendszerből egészen a kommunista rendszerig hát mindig számítottak voltak Magyarországról. Habár például a második világháború alatt az legjobb magyar barátommal, Eckhard Tiborral, aki a Kisgazdapárt elnöke volt, hát ő vele együtt, amikor Magyarország megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Amerikával, és nem volt senki, aki képviselje Magyarországot, mert sajnos akkor a magyar diplomaták mind visszavonultak. Én ugyan kértem őket, hogy ne csinálják azt, de hát úgy látszik, ők túlságosan lojális tisztviselők voltak. Hát akkor Eckhard és én egyszerűen átvettük a magyar kapcsolatot, és akkor a döntő években én voltam az, aki Magyarországot képviseli, és Eckhard Tibor is, mert ez az én munkatársam. Vagy én voltam az ő munkatársa, az attól függet, hogy mi volt a helyzet. Gyermekei közül György az, aki a leginkább a magyarokhoz közel áll, hogy úgy mondjam. Kérem? Most. Gyermekei közül György az, aki most leginkább a magyarokhoz közel áll, és a magyar ügyekért igen. Sokat tesz. Ő tudatosan készítette erre a feladatra, vagy ő nála ez így jött? Kérdezze, nem, a György az magammal kezdte. Tudja, ez az, amit kevesen tudják, én sem mondtam el, csak mostanáig, mikor egy szép nap kiderült ez a bizonyos kis anekdóta, most megvan. Nézze, annak idején a György 5 éves volt, szóval egy kis gyerek még, és hát egy este, mert ő beteg volt, én egy ágyba vittem. És akkor a György, én is meghűltem, úgyhogy én is kevek. És hát ilyen fiatal gyerekeknél egész természetes, hogyha egy nagy személy beteg, akkor meg fog halni. De az mindig, az legalább azt, amit tudtak akkor a gyerekek. És hát tényleg úgy volt, hogy hát én a Györgyöt behelyeztem az ágyába, és aztán beszéltünk, és akkor láttam azt, hogy hát valamit akar mondani, és akkor azt mondotta, hogy hát látja, hogy én beteg vagyok, meg voltam hűlve, nem volt nagyon komoly, de hát a kisgyerek számára az nagy dolog volt, hát akkor meg fogok halni. És hát azt mondja a György, és tudom, hogy ez neked fáj. És pedig az, hogy te
tovább viszel mindenféle gondolatot, és ezeket fönn kell tartani. És akkor azt mondotta, bízzál abban, te viszel a záflót. Egy kisgyerek, egy 5 éves kisgyerek, ha meghalsz, a zászló kiesik a te kezeidből. Ne szomorkodj, én ott leszek, és fölveszem, és tovább viszem. Azt már akkor 5 éves korában mondotta. Ez most egyszer a sajtóban megjelent, és hát ez tény. Úgyhogy látja, itt van egy hagyomány a családban, főleg a hagyomány, nézze, az apám idejében a Szent Korona olyan sokat jelentett számunkra. Az én apám esküjét letette a Szent Koronára, aki a mi szempontunkból a legmagasabb lény volt az egész közéletben. Hát kérem szépen, így tehát mi egész természetesen ebben éltünk, és ott nem csinált nagy különbséget. Milyen most a család? Milyenek az unokák? Milyen most a család? A gyerekeim, és van sok gyerekem, hát nagyon is közel állnak hozzám, és én azt hiszem, hogy nagyon közel állok hozzájuk, úgyhogy én nagyon egységes családról van szó. Persze ebben nagy szerepe van a feleségemnek, aki egy nagyon kedves asszony most is, és hát sokat foglalkozik a családdal, úgyhogy tényleg egy nagyon egységes családról van szó. Nem régen a Economist, azt hiszem az Economist, nem vagyok biztos már, hogy melyik, egy angol újság írt a Habsburgokról, hogy mit csinálnak most. És amikor azt írja, hát a Habsburgok azok megvannak, bent vannak a közéletben, az egyedüli nagy család, amely bent van a közösségben, és hát majd meg fogjuk látni, hogy mi lesz belőle. Nézze, még az én gyerekeim körül is sokan már bent vannak a politikában. György, azt tudjuk itt Magyarországon, hát Károly, aki most meg lett választva az ENSZ-nek egyik nagy bizottsága fejének, az nem is állt itt a lapokban, mert olyan technikai dolgokról van szó. Hát katona, és hát jól ismeri a dolgokat. Gabriella, lányom, az foglalkozik Grúziával már nagyon régen, nagyon lelkes. Ő művész maga, szobrász, de foglalkozik Grúziával. Most is, amikor harcok voltak, ő ott volt, ő segítette a grúzokat, akik kiváló emberek, mert én is ismerem őket. És hát többen másról is, hát a Károly, ezt mondottam már, hogy mi a feladatai, a György azt úgy is ismeri, és hát többen más. Szóval örülök neki, az úton jól járnak. Mivel foglalkozik akkor szívesen, amikor éppen nem utazik valahová? Hát mostanáig csak majdnem politikával nézze, mert egyszerűen az volt, amikor vége volt az egyetemi tanulmányaimnak, hát jött Hitler. És Hitlerről többet tudtam, mint több mások. Mert úgy volt, hogy annak idején, amikor végezett az egyetemi, az a tanulmányaikat, mielőtt az egyetemre kerültem, valaki nekem azt mondta, vigyázzon, olvassa Mein Kampfot, mert akkor fogja tudni, hogy mi jön. Hát én elolvastam, tudtam azt, és azóta persze ellenfele voltam. Úgyhogy magamtól automatikusan belekerültem, már az első néze a tanulmányaim végén Berlinben dolgoztam az agrár ügyekben, de hát
én is már akkor ismeretes antihitlerista voltam. És hát ez tovább megy így. Hogyan látja most Európa jövőjét? Ugye mindig is egy egységes Európában gondolkozunk. Hát kérdezem, most ami feladatunk tovább is az Európai Egyesülés, ez az, ami döntő, nekünk is, mint magyaroknak. Nagyon is döntő, mert csak kell nézni, hogy milyen a helyzet. Hogy milyen szükség van arra, hogy ez az Európai Egység sikerüljön, és hogy akkor mi ebben az egységben bent leszünk, és azáltal biztonságban leszünk, vagy relatív biztonságban, hát abszolút biztonság nincs ebben az életben.